Köszöntök mindenkit! Itt vagyunk a Batthyány téren. Itt fog kezdődni nem sokára a postások tüntetése. Az a két szakszervezet szervezi, a KÉSZ és a POFÉSZ, amelyeket, mint ismeretes, gyakorlatilag kizárták a bértárgyalási folyamatokból, csak a médiából értesülnek arról, hogy milyen hírek vannak. A tüntetés oka nagyon egyszerű és annál szomorúbb, mint azt már korábban is elmondtam, az, hogy ma Magyarországon egy postás fizetésből gyakorlatilag nem lehet megélni. Hogyha címszavakban szeretném összefoglalni, mi jellemzi a magyar postát ma, és már hosszú évek óta, akkor azt mondhatnám, hogy gyenge fizetések, rossz körülmények, nyomasztó értékesítési elvárások, most már csoportos postabezárások és leépítések. A Mi Hazánk mozgalom szolidáris a postásokkal, támogatja törekvésüket, és szeretném kijelenteni, hogy tudjuk, hogy ez egy úgymond civil tüntetés, ezért nem jelenünk meg zászlókkal, nem épülünk rá a tüntetésre, azonban én személyes kötelességemnek érzem azt, hogy itt legyek, ugyanis korábban éveken át voltam postás, úgyhogy pontosan tudom, hogy milyen mindennapi nehézségekkel kell szembenézniük, pontosan tudom, hogy mennyire nem becsülik meg őket sem erkölcsileg, sem anyagilag, ezért a jövőben a Mi Hazánk mindent megtesz annak érdekében, hogy megbecsülést vívjon ki a magyar postás számára.